Az előző idényben két fordulóval a bajnokság vége előtt, még a tabella élén állt az újfehértói futballcsapat, végül azonban a második helyen zárt a Piskóti Zsolt által irányított együttes. Tette ezt úgy, hogy valamennyi mérkőzését idegenben játszotta a Fehértó, mivel a sporttelep építése miatt tégláson volt a hazai pálya. A vezetőség elégedett volt a szerepléssel, így maradt a szakmai stáb, és a csapatot is sikerült egyben tartani. Az első és legfontosabb célunk az volt, hogy egybe tartsuk a tavalyi csapatot. Nyilván a végén csúsztunk el sajnos a bajnoki címről. A fiúkkal egyébként elégedettek voltunk, az sikerült is egyben tartani a csapatnak azért a nagyon nagy százalékát. Ugye a távozókat igyekeztünk pótolni, így érkezett a Barnucz Gergő, a Barta Károly, és a Nagy Dávid, akiknek ugye jelentős múltjuk van a felnőtt futballban, és fiatalok csatlakoztak még be a munkánkba, több helyi játékos, az Urd Dániel, a Nagy Rajmond, a Mitelkó Bence. Mint a csapatkapitány elmondta, már nagyon várták, hogy végre saját pályájukon fogadják az ellenfeleket. Hatalmas öröm számunkra, hogy végre átadják ezt a létesítményt, és tényleg hazai környezetben játszhatunk, mint szerintem minden mérkőzésen nagyjából ennyi néző várható, azért a nagyváros Újfehértó, szeretik a focit itt. Tényleg adott minden most a jó szerepléshez, reméljük, hogy tudunk is jól teljesíteni ebben a szezonban. Az elmúlt 10 évben szerintem az egyik legerősebb megyei bajnokság lesz most. Nagyon jó igazolások voltak mindenhol, szerencsére mi is tudtunk erősíteni. Hát ilyen 6-7 csapat lesz szerintem, aki ott az élmezőnyben fog harcolni a dobogós helyezésekért. Remélem mi is közöttük leszünk. Pallai Gergő szavai egybecsengenek az edző szavaival, aki szintén az élmezőnybe várja csapatát. Továbbra is az a célunk, hogy meghatározó tagjai legyünk a megye egyes mezőnynek. Azon belül, hogy ebből mi sül ki, azt gondolom, hogy ott egy kicsit már sok minden befolyásolja ezt. Úgyhogy ugyanúgy szeretnénk az élmezőnybe lenni, és minél több meccset nyerni. A vármegyei első osztály nyitó fordulójában az Újfehértó szombaton Csengerben lép pályára. A további párosítása következő Vásárosnamény Nyíregyháza Spartacus 2, Nyírmegyes Nyírbéltek, Mándok Nagykálló, Máté Szalka, Nagyecsed, Nyírbátor, Tarpa, Ibrány Kállósemjén és Kótaj Kemecse.